A juniorok 125 köbcentis Európa bajnokságának éveken át Piliscsév adott otthont. Egy év szünet után ismét rajthoz álltak a motocross EB résztvevői Magyarországon, de ezúttal egy teljesen új helyszínen, Nyáregyházán. A versenyt új szisztéma szerint rendezték, ami annyit jelent, hogy egymást követően, természetesen némi pihenőt hagyva a versenyzőknek, három futamot teljesítettek az 1800 méter hosszú pályán, ahol futamonként 20 perc plusz 2 körig tartott a viadal. Ahogy azt kell, bemelegítés, átmozgatva a csuklót, derekat, nyakat, hogy aztán minden idegszálával a rajtra tudjanak koncentrálni a versenyzők. Az első futamban nem kis meglepetésre Bencsik István fordult elsőként a rajt utáni első kanyarban. Ott, ahová szinte egyszerre robbantak be az indulók, nem kevesebben, mint 32-en. Bencsik nem sokáig tudta megtartani az első helyet, elesett, és emiatt nem tudta megtartani a helyét még az élmezőnyben sem. Az osztrákok motorosa, Stefan Zelko 4 körön keresztül vezetett, majd a svéd Kutman átrébb tessékelte, mondván ő is szeretné az élen húzni a csutkát. 4 körrel a befejezés előtt aztán a magyarok kiválósága Borka János elérkezettnek látta az időt arra, hogy átvegye a vezetést. Borka rajtja nem sikerült valami fényesen, sokáig motorozott a harmadik helyen, ám végül a Dan Hansent és Kultmant megelőzve megnyerte az Európa bajnoki futam első menetét. Nagyon ideges voltam, az az igazság. Nagyon bánt, hogy elrontottam a lábamat a tegnapi edzéseken. Egy térd és bokacsavarodás ért, eléggé fájdalmas, jó sok jegelés és mindenféle csodakenőcs a depóból. Hát és így sikerült készülnöm, de hát örülök ennek az eredményeket. Nem találok szavakat egyenlőre, úgyhogy... Édesapáddal megbeszéltétek azt, hogy mit kellene csinálni majd az első futamon? Gondolva arra, hogy biztos, hogy fáj mindened. Hát igen, full gázon végigmenni, mert ez egy 20 perc, és itt nem szabad pihenni, nem szabad taktikázni. Itt amit szól, és végig kell motorozni, mert ez egy sprint. Az volt a taktikám, hogy egyelőre megnyugodjak, hogy elrajtoltunk valami kis ideg állapot, ami olyan helyre, és onnantól szépen elkezdeni főrzálkozni, teljesen nyugodtan, mert 20 perc, de azért van idő, volt idő. Milyennek tartod ezt a pályát? Hát nem tartozik végig is a kedvenc pályám közé, de végül is sík terep. Ugye jobban szeretem a hegyi pályákat, de sík terepben én azt hiszem, hogy szinte a maximum ki van hozva, és szerintem Magyarországnak a csúcspontja vagy fénypontja az egész pálya. A rajtom nem sikerült valami jól, szerintem valahol a 6. hely környékén kezdtem a versenyt. Ez egy sprint futam, ahol nem szabad nagyot hibázni, így a rajtnak különösen fontos szerepű. Én valamivel jobban szeretem hosszabb versenyeket. Ez egy gyors pálya, s bár valamivel több mint 20 percet futam, nagyon jó kondícióban kell lenni annak, aki jó eredményt akar elérni. Jó volt a rajtom, nem akadtam össze senkivel, és mindjárt az első kanyar után ott tudtam motorozni a második helyen. Természetesen szerettem volna nyerni, és mivel erre jó esélyem volt, nem vagyok teljesen elégedett a harmadik helyjel. Kemény verseny volt, és biztos, hogy ilyen lesz a következő 2 futam is. Azt gondolom, ebben a mezőnyben az első 5-ben végezni már rangot jelent, de én szeretnék még ma felállni 2-szer a dobogóra. Túl szépen indult a verseny? Hát úgy látszik, hogy igen. Ugye nagyon jól elhoztam a rajtot elsőnek, kicsit elizgultam, ezért estem 2-t, de így is még 13-nak besikerült hoznom a motort. De a második futamban is megpróbálok hasonló szép rajtot elhozni, és ha sikerül, akkor megpróbálok kicsit nyugodtabban motorozni, és így remélem, hogy az első 10-ben nem tudok majd lenni. A mezőnyben te vagy az egyik, aki nagyon jól ismered ezt a pályát? Hát igazándiból ismerem ezt a pályát, de nem a kedvencem. Így... Mi nem tetszik ebben a pályában? Mire kell nagyon odafigyelni? Igazándiból az egész pályának a ritmusa, az nem az, amit én szeretek. Ugye a pályának van 2 része, van az alsóbb rész, ami kicsit keményebb, meg ez a homokosabb. De általában ez a homokosabb rész jobban szokott menni, de most ez se igazán. A nyáregyházi motocross Európa-bajnokság második futamában nem jutott a magyar a legjobb 3 közé. Ennek magyarázata legfőképp az, hogy Borka az első körben bukott, ebbe némiképp közreműködött a nagy vetélytárs Hansen is, majd 4 kör után a magyar fiú feladta, mivel eltört a kipufogója. Ezt a futamot úgy nyerte a Dan Nielsen, hogy a táv felénél vette át a vezetést, addig Zelko motorozott az élen, aki végül második lett, megelőzve Hansen. A magyarok közül Bencsik érte el a legjobb eredményt, aki 9. lett, Déci Balázs az előző futamhoz hasonlóan 12-ként zárt a versenyt.
Lécz Gergely az első menetben kitűnően teljesített, hisz akkor ötödik lett. A második futamban azonban elesett, csúnyán bedagadt a bokája, és nem is tudta befejezni a versenyt. Jó rajtot vettem, ott tudtam maradni a többiekkel az élbolyban, így ettől kezdve már csak arra figyeltem, hogy ne hibázzak. Nagyon jó verseny volt. Sajnálom az első futamot, amikor a második kanyarban elestem, és az első kerekem ekkor kapott egy nagy ütést. Így akkor nem lehetett esélyem a dobogóra. Azon nagyon nem vagyok megelégedve ezzel a 10-12. Helyezéssel. Sajnos mind a két futamban elszúrtam a rajtot. Most nem megpróbálok ezen változtatni, hogy jobban kijöjjön, jobban el tudjak menni, és szeretnék legalább az első 10-ben végezni. Hát azt mondom, meglátjuk, hogy sikerül rajt. Ha nem sikerül, akkor én nem jósolok, akkor sem nagyon főjebb eredményt. Ez egy olyan pálya, illetve a mezőny annyira erős, hogy ha a rajt nem sikerül, akkor nagyon nehéz előrébb jutni? De a mezőny is nagyon erős, meg a pálya is olyan, hogy nagyon sokan vagyunk, ilyen 8-an vagy 10-en vagyunk egy másodpercben, és onnantól a többi srác is csak egy, maximum 2 másodperccel van lemaradva, így hogy nem tudok az elején megelőzni az embereket, akkor utána esélyem sincs, hogy feljöjjenek, annyival nem tudok gyorsabban menni a többinél, hogy oda följöjjek az elejébe. Ez a sántikálás komoly? Hát nem egyszerű, jól be van dragadva a bokám. Ez mostani baleset? Mostani sérülés? Most, igen, a futamban. Egy dán srác követett, igazság szerint túl közel jött hozzám, megpockolt a hátsó kereken, hát egyből is estem, aztán pont a bokámra. Ezért is kellett kiállnod? Ezért is álltam ki, mert utána nagyon visszaestem, és nem volt már értelme nagyon hátulról küzdködni, hogy fölkerüljek. Az első futam nagyszerű volt, te is így érzed? De első futam az jó volt, kicsit a rajtot az elaludtam, meg a motor se jó igazán a rajtnál, de utána följött a 5. helyre, nem tudom, most harmadik csak jobb lesz. Érzed ezt a pályát? Jó, ez a pálya, nincs vele baj, csak ez a srác nekem jött, hogy ez volt a baj. Kőkényesi György az idén 2 EB-t is rendez, hisz június 5-én tököl ad otthont a Supermoto Európa-bajnokságnak. Pilis Séva múlté, Kőkényesi György felfedezte magának, illetve a Motocross EB-nek nyer egy házát? Hát nem hiszem, hogy a múlté Pilis Sév, de kellett még egy olyan bázis, hogy két irányból tudjunk támadni. Igen. Mennyire vagy elégedett ezzel a pályával? Nagyon. Itt egy nagyon lelkes csapat van, és volt egy jó alap. Már a föld alapra is gondolok, hogy nagyon jó volt, és egy új dimenziót nyithatunk ebben a Motocross Európa bajnoki sorozatban, mert az új szisztéma szerint alakítottuk ki a pályát. Régen ugye a motocross, ahogy Isten teremtette a pályát, igazából az az igazi. Csak az nagy nehézséget okozott mindig a televíziónak. Sok kamera, sok kábel, nagyon messzi vannak az emberek egymástól. És már a világbajnokságon is arra igyekeznek koncentrálni, hogy kis területen sűrítetten a motocross pálya, sok ugratóval, hogy a néző szinte mind a stadionból egy helyről lássa. Ez már annak a szellemében épült. Számítottatok 50-60 nevezőre? Nem számítottunk, hanem volt is 56 nevező. Tehát ugye gyerekekről lévén szóval sokkal nagyobb a lemondási arány, mint a felnőtt versenyen. Elesnek a srácok, közben iskolai probléma. Ugye Dániából, Norvégiából ide utazni, vagy akár Oroszországból messziről, az 3 nap. Hát ugye az iskola szorgalmi időszak van, ilyen is közben jöhetett. A színvonalra ezek a lemondások gondolom nem nyomták rá a bélyegüket? Egyáltalán, mert az eleje, az élvonal, az teljes mértékben itt van, teljes létszámában. A harmadik futamban sokáig úgy tűnt, ismét magyar győzelemnek örülhetnek a szurkolók. Borka a harmadik körben átvette a vezetést, és egészen a hajráig meg is tartotta azt. 2 körrel a leintés előtt azonban Hansen megelőzte a magyar fiút, aki a célba érve bevallotta, nem csak a motorja, ő is elfáradt a verseny végére. Hansen tehát minden éremből hazavihetett egyet, Borka második lett a záró futamon, megelőzve Nielsent, aki szintúgy nem panaszkodhat a magyarországi turné eredményességére. Bencsik behozta a Hondát a 8. helyre, míg Létsz 10. lett Nyíregyházán, ahol ez volt a pálya történetének első nemzetközi megmérettetése. Túl van a pálya tűzkerességem, mennyire izgultál? Hát rettenetesen nagy volt a stressz, a feszültség bennem egész nap, most kezdek megnyugodni egy picit, de úgy érzem, hogy sikerült 100%-osan teljesítenünk, de hát majd a zsűri eldönti, hogy valóban úgy benne, ahogy azt én gondolom. Én összességében nagyon elégedett vagyok, úgyhogy boldog vagyok, túl lettünk rajta. A külföldi versenyzőktől jött-e valamiféle visszajelzés, mennyire tetszik nekik a pálya?
Hát csak pozitív dolog érkezett, úgyhogy abszolút elégedettek voltak a körülményekkel, a kiszolgáló létesítményekkel, úgyhogy csodálkoztak és boldogok voltak, hogy ilyen körülményeket kaptak Magyarországon, nincsenek hozzászokva ehhez.